Sziasztok! És üdvözlök titeket a következő szombati napon, ami mit jelent? Most tudom, hogy rengetegen fogjátok leírni, hogy Slime Snap van. Slime Snap van ma 2017.12.02-én. Egy szombati nap van, ami mit jelent? Slime Time van, srácok, és a Slime Time elején hagy mondjam el nektek, hogy először is ne felejtjétek el, hogy van egy slime-os nyereményjáték a csatornán, a linken lent van a leírásban, meg itt oldalt is fenn van, nézzétek meg, és ha szeretnétek egy nagyon menő unikorni slime-ot nyerni, ezt a szép rózsaszín csillogós, nagyon menő unikornis kakas slime-ot, akkor ne felejtsetek el jelentkezni. Nagyon egyszerű jelentkezni, egy feliratkozás, egy like Facebookon, egy követés Instagramon, meg egy komment, és ennyi az egész, ott a videóban elmondtam minden, nézzétek meg, meg a videóban még egy clay slime-ot is készítettem, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok erre, akkor irány megnézni azt a videót, és ti is nyerhetek egy slime-ot. Továbbá azt is hagyd mondjam, hogy december van, ami azt jelenti, hogy mindjárt itt van a Mitulá báti, mindjárt itt van a Mikulás bácsi, meg a Jézuska, meg karácsony, az ugyanaz, nem baj. És hát sokan kérdezitek tőlem, hogy Gergő, lehet ilyen menüjágeres cuccokat, mint ami rajtad van, szerezni? Természetesen a videosbolt.hu per Janosi Gergő oldalon lehet mindent rendelni. Polókat, pulcsikat, meg minden királyságot, táskát, tényleg van gyerekbe is, felnőtt méretbe is. Nagyon-nagyon király, van a zseniális sorozat, ami ez a kék festékfröcskös, meg van sima pulcsi is, azt én is szoktam hordani, meg van az a nagyon menő zseniális táska, úgyhogy érdemes szétnézni, mert király kis karácsonyi ajándékokat lehet ott kapni. De most Slime Szombat van, Slime Szombat, nyomjatok egy lájkot, ha imádjátok a Slime Szombatot. És ma úgy gondoltam, hogy pár titkot mondok el nektek slime készítés közben, hogy mikre kéne odafigyelni, amikor az ember slime-ot készít, vagyis hogy én mikre szoktam odafigyelni, milyen egy-kettő titok van, ami nyílt titok, mindenki tudja, de azért jobb tisztázni. És elméletileg, most nincs itt, de mindjárt mutatom, csillogós, aranyszínű csillogó slime-ot fogunk most készíteni, hát megnézzük, hogy sikerül. Sima fehér ragasztóból, borakszal, borotvahabbal, testápolóval, vízzel, és csillogós résszel is. Ez süti dekor, aranycsillogó por, de tehát nem tudom, hogy látszik a videóban, de gyönyörű, gyönyörű szép csillogós. És mivel süti dekor, ezért elméletileg ehető. Még én sem láttam kifújva. Ó, látjátok? És ez porzik. Hát nem tudom, hogy lesz benne a slime-ba, de... Olyan rossz érzés megen. És most már hullik mindenhova! Na most már nadrágom is tiszta aranycsillagós lett. Aranycsillagós nadrág! És ehető. Reméljük. Úgyhogy gyerünk is, váltsunk is a slime kamerára. 3, 2, 1... Na srácok, itt is vagyunk a slime kamera álláson. Ugye itt van az edényünk, ami kicsit borotvahabb maradékos, de az teljesen jó. Meg a menő Star Wars-os slime-os cuccunk. Aki nem ismeri ezt a tálat, meg ezt a kanalat, az nem néz elég slime-os videót tőlem. Itt van a boraxos vízünk, és akkor hagyd mondjam el nektek az elején, itt az első tip Gergőtől, hogyha boraxot használsz, először is vigyázz vele, másodszor is meleg vízbe önts, tehát nem kell tűzforróba, de meleg vízbe tedd. És a mértéke az, hogy mondjuk egy ilyen tányiba egy kis kanál, tehát ilyen tál vízbe egy kis kanál, egy ekkora picike kis kanál borax kell, nem kell belőle sok, mert akkor túl erős lesz az aktivátor. És én javaslom, hogy meleg vízbe tegyétek, mert akkor sokkal jobban feloldódik rögtön. Na és akkor most kicsivel bonyolultabb slime-ot fogunk készíteni, és én mértékeket nem szoktam használni. Azt is elmondom, hogy miért. Mert már annyit slime-ot csináltam, hogy most már szemre meg tudom mondani. Ó, ezt nézitek, magasról jön a ragasztó, Gergő. Mehet bele jó sok. Jó. Ami most újítás, hogy teszünk bele egy picike vizet, de tényleg csak egy icike-picike vizet. De jó, egy ilyen lyukat furt rá. Elkavargatjuk. És akkor most jön, amit kiszoktunk még hagyni, teszünk bele egy kevés testápolót. Hát ez ilyen lassos, természetes testápoló, jó büdös. Teszünk bele ez a jó csörgős kanállal, mondjuk egy tablespoonnyit. Ígyni. Ezt most valahogy bele kéne applikálni. Így, fúj. És akkor itt van is az első fun fact rólam. Nagyon nem szeretem a krémeket is kenni magamat. Sőt, gyűlölöm. Látjátok, milyen kulisszatitkok derülnek itt ki egy slime készítése közben, ezt jól összekavargatjuk, aztán jöhet bele a beretvahab, de mint látjátok, egy kicsit folyósabb, értelemszerűen a víz miatt, és akkor jön is bele a beretvahab, ami egy sima, egyszerű beretvahab, és nem kell rögtön rengeteget.
hanem inkább több, mondjuk ez szerintem pont rengeteg lett, de inkább többször. Én ebben még rakok egy kicsi borotva a bot. Jó, hogy jó habos legyen. Inni. Szerintem ennyi elég is lesz bele. Úgy fogjuk csinálni szerintem, hogy most megcsináljuk a fehér slime-ot, és utána hozzáadunk ilyen szép cuccot. Tehát nem rögtön beleteszem, hanem lesz egy végén egy ilyen slime mixelés, mint amikor a clay-t tettük bele. Mit szóltok hozzá? Na, srácok, jöhet is a kedvenc részem, a második kedvenc részem, az aktiválás. Ugye boraxos víz, és sok kavargatás, ez az aktiválás. Szépen lassan, nyugodtan, nem sietjük el a dolgot. Egy nagy kanál az elején, eloszlatjuk, és kavargatjuk. Óvatosan, hogy ne fröcsköljük mindenhova boraxos vizet. Aha. Ezt nagyon imádom. Látjátok, már rögtön kezd elválni. Ez valami zseniális kémiai folyamat. Aktiváljuk a slime-ot. Úgyhogy mit csináltok egy kis hashtag slime time montázs? Na és akkor srácok, mivel beaktiváltuk rendesen, szerintem idehozok is egy tányért, ide is hozok egy tányért, jó van Gergő. És hát itt kanállal, figyeljetek. Tadá! Kiszedtük a slime-ot. Na most akkor, kicsit zoomoljunk rá nektek, figyeljetek. Hallgassuk slime imádók, hallgassuk! Szerintem nagyon-nagyon király kis slime-ot hoztunk létre, de ugye nem ez a lényeg, mert már ilyen slime-ot csináltunk, hanem most jön a lényeg, az aranypor. Fújjuk is be dögivel, nézzétek már, figyeljetek. Azt az eget. Nem tudom, hogy kamera visszaadja, de mindenhol száll a por. Ugye fontos, hogy ez ehető. Na, és akkor figyeljetek, feltekerjük, mint egy palacsintát. Ugye a magyarok így szokták feltekerni a palacsintát. Ugye a belsejébe aranypor van. Ah, de jó! Na, kezdjük el mixelni. Ezt nézzétek, átlátszik, ilyen narancssárgás. Ez nagyon állat. Fújja ki magával az aranyport. De jó hangja van. Szerintem úgy látom, ebben még kell lesz. Úgyhogy lapítsuk ki. A kis buborék, figyeljetek! Ah, nem volt hangja. Na! Lapítsuk ki újból! És mehet is bele ismét a színezék. Adjunk neki dögivel, mondhatjátok. Gyerünk, Gergő, úristen, nagyon szá... A billentyűzetem tiszta aranypor lesz. Na erről csinálom kell egy fotót Instagramra. Kövessetek Instán, kukacjanosik Gergó. Na, és akkor mix? Úristen, a billentyűzetemen is folyik az arany. Jó lenne az igazi arany folyna, mi? Várjátok, innen is szedjük fel. Srácok, igazából ennyire egyszerű sima slime-ot készíteni, tehát nem kell az a nagy tudás, se semmi, csak egy kis ragasztó, testápoló, borotvahab, víz és egy kis borax. És halljátok, milyen jó slime-ot lehet csinálni. Úristen, a billentyűzetem tiszta arany. De ez még mindig nem elég arany, ez ilyen narancssárgás. Úgyhogy adjunk neki még, tudjátok mit? Figyeljetek. Jó. A felét ráöntöttem. Na ezt figyeljétek. Ott van benne. Júj! Azta! Aranyhártya! Na jó van, srácok, szerintem ettől aranyabb már nem lesz, hiába teszek bele többet, de amúgy nagyon-nagyon szép, csillogós, aranyos, narancssárgás, ilyen
Ez ilyen bronz aranyra sikerült, amúgy remélem a kamera visszaadja. Szerintem nagyon-nagyon szép lett, és hát a hangja. Szóval srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok erre egy lájkot, és találkozunk a következő slime-os videóba, és ne felejtjétek el a nyereményjátékot sem, további szép slime szombatot kívánok nektek. Én ezzel még eljátszadozom, ti pedig légy szíves, iratkozzatok fel a csatornán, és csatlakozzatok a világ legjobb csapatához, a Jágerekhez. Minden nap 18 órakor új videó. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, legyen további szép napotok, ne felejtsétek el megnézni a videosbolt.hu/Janosik Gergő oldalt, nagyon-nagyon menő jágeres cuccokért. Gyönyörű, gyönyörű lett. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, legyen további szép napotok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!